Jó napot kívánok, jó estét mindenkinek, kedves nézőknek, kollégáimnak, barátaimnak, akik részt vesznek itt a műsorban. Ma este Törökországról fogunk beszélni. Azt hiszem nem kell indokolni, hogy miért beszélünk Törökországról. Mostanában sokat beszélünk. Korábban talán indokolatlanul keveset beszéltünk, nem ismertük föl, hogy mennyire fontos ez az ország. Ez nem mindenkire igaz természetesen, de most aztán mindenkinek a figyelme közelében van Törökország. Ezért hívtam meg Magyarország, hát szerintem két legjobb, legalábbis biztosan dobogós Törökország szakértőjét, Hóvári János, egyetemi docens nagykövet urat. Ankarában volt nagykövet, mikor egyszer Ankarában voltam, azt mondták neki, hogy nekem, hogy ő az, aki jobban ismeri Törökországot, mint a törökök. Nekem is ez a véleményem, bár még nem beszéltem minden törökkel. És hát Egeresi Zoltán, aki hát itt sajnos csak az ezüstéremre pályázhat a János mögött, de még van ideje, hogy behozza majd, amikor egy idő múlva már a konkurencia gyengül. Zoli a Stratégiai Védelmi Kutatóintézetnek a munkatársa, és hát természetesen a felvétel videón készül. Azzal kezdeném, hogy mondjuk beszéljünk egy kicsit Törökországról, úgy általában mielőtt rátérünk, ugye Törökországgal kapcsolatban három nagy téma van mostanában, a vírus, a háború, a szíriai és libiai háború és a menekültek. Mielőtt rátérünk, János, ha elmondanád röviden, hogy lett Erdoganból, a nagy reformerből, a nagy reménysugárból tulajdonképpen ismét Törökország, hogyan lett Európa betegember, ha szabad ezt mondani? Hát, hogy Törökország Európa betegembereje vagy sem, ez egyik nagy kérdés. Hát akkor, amikor Törökországot Európa betegemberének nevezték, akkor azért Gallipolinál még szétverte a brit birodalomnak egyik egész komolyan felszerelt hadseregét. Tehát az, hogy mit nézünk itt, tehát betegember egy ország, mitől betegember, mitől beteg, mitől gyógyult, ez egy bonyolult kérdés. Törökország függetlenül attól, hogy ki vezeti, milyen irányba, milyen módszerekkel, ez mennyire felel meg bizonyos demokratikus elvárásoknak, vagy mennyire vannak ebben autóval elemek, ez azt a kérdés, hogy Törökország egy geopolitikai erőközpont, ezt olyan nagyon nem befolyásolja. A Törökországnak a jelentősége Közép-Európa, nem csak Magyarország, Közép-Európa, de egy tágabb értelme Közép-Európa szemszögéből az, hogy ő a ország, amely rengeteg olyan dolgot gyárt, és az Európai Unióval kapcsolata van, ez kedvező által be tudja tozni az Európai Unióba, amelyre Európának szüksége van, és különböző más régióknak is. Na most, hogy Törökországot nyilván vagy lehetne másként is vezetni, Törökországban azonban el kell, hogy mondjam, hogy Erdoğan elnöknek azzal a sajátos vezetési stílusával, amit kialakított, megvan a kellő támogatottsága, megvan az a karizmája, amely főként az anatóliai néptömegeknek, akik azért mindig is egy más Törökországba gondolkoztak, az isztambuli meg a tengerparti elit, azok úgy megvannak vele, és a kurdok egy részének, egy harmadnak a szavazata is mindig Erdoğanra mennek. Ennek következtében van egy sajátos helyzet, amely arról szól, hogy hát van legalább két Törökország, vagy még több, az egyik az egy irányba húzza, a másik a másik irányba húzza, és az, amelyik jelenleg húzza a kocsit, azokban, ezekben a térségekben szerintem nagyobb a kohenzió egyelőre, meg a más a szociológia, több a gyerek, és tulajdonképpen ezzel lehet ezt a rendszert fönntartani. Na most, hogy Erdoğan az innovációra, meg egy erő és egy jól működő Törökországra való törekvései, azok böcsülendőek, tett is főként az elsőkor. Tehát ő egyébként
főként amikor isztambuli főpolgármester volt, rendkívül pragmatikus ember volt, tehát Isztambulban nagyon sok mindent megváltoztatott. Ezt kormányfőként is igyekezett tenni, de hát itt van egy fék maga a török társadalomnak az innovációs képessége, tehát mindazok az elemek, az iskoláztatás és egyéb dolgok, amelyek ezzel összefüggnek, ezek Törökországban sajnos kívánokat hagynak. Zoli, kis külpolitika. Ugye a erdogáni külpolitika egy időben azt hangsúlyozta, hogy a fő alapelve az, hogy egyetlen szomszédjával se legyenek konfliktusai. Hát most ennek az ellentétje van, most minden szomszédjával vannak konfliktusai. Milyenek azok ez? Törökország az oka, vagy a helyzet, vagy mind a kettő? Hát valahol középen van az igazság, tehát mind a török külpolitikai vezetés, mind pedig a külső körülmények jelentős változások történtek, illetve olyan döntéseket hoztak, amelyek nem biztos, hogy a későbbiekben vagy a jelenlegi helyzetben annyira helyesek voltak. Nos, ugye ez a koncepció, hogy legyünk békében a szomszédokkal, vagy zéró probléma a szomszédokkal, ez Ahmed Davutoğlu-tól származik, ennek ez a szlogen. Ugye ő politikai karrierjét, mint miniszterelnöki főtanácsadó kezdte még az AKP kormányok első éveiben, és aztán lett külügyminiszter 2009-ben, és 2014-ben pedig miniszterelnök egészen 2016-ig. Tehát a jelenlegi erdogáni érának egy meglehetősen jelentős részét felölelte, legalábbis mint külpolitikai gondolkodó, külpolitikai irányító. Hogy ma már egy új pártot alapított. És most már egy új pártja is van, mint Erdoğannak egy kihívója. Úgyhogy mennyi az esélye, az már más kérdés, mert a közénkutatások szerint 1-2%-ra számított a szavazatokból, de ott van a politikában, jelen van, a konzervatívok egy része támogatja, és még nagyon sok víz le fog folyni a Boszporuszon, mire eljutunk a választási, tehát sok minden történhet. De egy biztos, hogy mint külpolitikai gondolkodó jelentős hatása volt a 2000-es évek elejének Törökországára, van is egyébként egy több száz oldalas könyv, amit lefordítottak magyarra, Stratégiai mélység címmel. Ez most a reklám helye, tehát aki érdeklődik a török külpolitikai gondolkodás iránt, annak javaslom ezt a könyvet érdemes elolvasni, de tényleg több száz oldal, szóval nem egy egyszerű nyári olvasmányban lehet, hogy most így a koronavírus idején erre több idő lehet. Nos, visszatérve rájuk, ennek az egész könyvnek, Davutoğlu-nak, a török külpolitikai elitnek alapvetően az volt az üzenete, hogy legyünk aktívak, és legyünk aktívak a Közel-Keleten. Ugye ez jelentős szempontból, hát nem is szakítás, de egyfajta váltást jelentett a atatürki külpolitikához képest, ami inkább egy nyugatfókuszú volt, és a Közel-Kelettől inkább elzárkózott, mint palorázott. Nos, ez a helyzet megváltozik, és hát nyilván a 2009-2010-es évek legelején, 2000-es évek végén az volt az alaptétele, hogy inkább próbáljuk az addigi konfliktusos kapcsolatainkat rendezni mindenkivel, ugye főleg Szíriával, ami még egy évtizeddel korábban, vagy a 90-es évek végéig a Kurdisztáni Munkáspártnak, tehát a PKK-nak volt a bázisa, a támogatója, ugye ez egy folyamatos politikai biztonsági fenyegetés jelentett Törökországban nézve. Ugye ez nagy nehezen véget ért a 90-es évek végétől, de a kapcsolatokat szép lassan az AKP elkezdte újraépíteni, közelebb hozni, és ugyanezt hasonlókat láthatunk Irakba is, az iraki kurdokkal, akikkel a 2010-es évek legelejére nagyon jó kapcsolatokat alapítanak ki, Iránnal is megtalálják a modus vivendit, és még sorolhatnánk. Tehát ez a politikai aktivitás, politikai nyitás, ez a 2000-es évek elejének a jegye, viszont ezt a mondhatni pozitív fejleményeket fogja teljesen átírni az arab tavasz majd 2011-től, ami egy új geopolitikai helyzetet teremt a Közel-Keleten. Nevezetesen több országban megbuknak a diktátorok, vagy legalábbis különböző harcok robbannak ki rezsimváltás címén, és erre a helyzetre a török politikának van milyen választ kell adnia, és a török politika úgy dönt, hogy ők aktívan fognak már, amire lehet részt venni ebbe, ugye nyilván minden közelebb adott országa, és annál fontosabb, annál inkább, ugye láss Szíria, máshol mondjuk Tunézia vagy Líbia inkább háttérből próbálnak támogatni, korlátozottabb eszközökkel, és hát ez a politika viszont oda vezetett, hogy ugye 2010-es évek elején Törökországnak a pozíció igencsak megerősödtek a Közel-Keleten, és Egyiptom, ahol a muszlim testvériség jutott egy rövid időre hatalomra,
Szíriában is úgy tűnt, hogy sikerül leváltani, vagy megdönteni Bashar Assad uralmát, és még sorolhatnánk. Tehát Törökországnak ez az aktivitása, ez valahol be fog jönni, meghozza a gyümölcsét. Viszont 2013 után újra alakul ez a helyzet, ugye Egyiptomban egy pucs következik be, új vezetés kerül hatalomra, illetve hát Szíriában nem sikerül legyőzni Assadot, a nyugat nem vonul be, ezzel szemben megjelenek az oroszok határozottan, ugye Irán már korábban ott volt, mikor az első perctől támogatja Assadékat, és eljutottunk 2020-ra, ahol azt láthatjuk, hogy hát bizony a török külpolitika több szempontból sem volt sikeres, de legalábbis az eredeti céljait nem sikerül elérni, főleg közel-kelet bizonyos országait illetően, lásd Szíriát, ahol inkább beszorul vagy kiszorul Törökország, Egyiptom, mivel nagyon rossz a viszony, ugye egy 2-3 évig tartó mézes heteknek tekinthető időszak után, és több más közel-keleti országa is konfliktusos a helyzete. És ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy ez a zéró probléma a szomszédokkal, ez nem jött be, de mondjuk ugye a török külpolitika nem csak a közel-keletről szól. Nagyon jó a viszony a balkáni országokkal, ugye az látható, hogy Szerbiával, Boszniával egy hagyományosan sikerült kialakítani jó kapcsolatot. Ugye Szerbiában ezzel kapcsolatban ez újdonságnak tekinthető, hiszen mondjuk a 2010-es években egyáltalán nem volt még közeli a viszony, most viszont nagyon jó a helyzet. A V4-es országokkal is jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Ugye ebből a szemben vannak pozitívumok, az más kérdés, hogy az Európai Uniós relációban konfliktusos a viszony, az Egyesült Államokkal konfliktusos a viszony, és Oroszországgal, ha azt látjuk, hogy 2016-ban sikerült egyfajta megegyezést találni, ugye orosz gép lelövése után kiegyeztek, és együtt próbálják menedzselni a szíriai helyzetet, de azt is láthatjuk, hogy ez nem egy igazi stratégiai partnerség, vagy egy érzelmi pozitív kapcsolat, hanem ez egy nagyon pragmatikus együttműködés, melyek megvannak a határai, és ugye ebben a helyzetben ugye láthatjuk, hogy Szíria az egy nagyon jó lakmuszpapír, évelején nagyon komoly konfliktusok voltak átvételesen az oroszok és a törökök között az idei offenzíva kapcsán, amit úgy tűnik, hogy egy időre sikerült ugye a március elején megkötött egyezménnyel, egy perszünettel egy időre jegelni, de még messze vagyunk a történet végétől, és Oroszország és Törökország messze nincs egy súly kategóriában és új csoportban, ami a szíriai rendezés. Igen, hát ha bármit is gondol Erdoganról, ugye elég ellentmondásos a megítélése, de azt azért szerintem abban egyetértünk, hogy senki se lenne szívesen a helyében, mert hát kevés állami vezető van olyan nehéz pozícióban, most még a saját belső problémáitól függetlenül is, mint Erdogan. Ugye csak az amerikai meg az orosz viszonyt, ha nézzük, akkor mind a kettő rendkívül ellentmondásos, és nem nagyon tudnak zöldágra vergődni egymással, de hát az egész szíriai helyzet, a kurd probléma, tehát nagyon sok olyan külső probléma van, ami nyomja az elnöknek a vállát, amivel megpróbál többé-kevésbé megbirkózni. János, ha megkérdezhetlek, tudom, nem vagyunk vírus szakértők, bár van most már mindenki vírus szakértő a világban, hogy hat ez a járvány Törökországra? Tehát most nem feltétlenül az, hogy most mennyire terjed meg, lapos meg nem lapos a görbe, hanem mennyiben befolyásolja ez a török bel- és külpolitikát? Hát a török kül is befolyásolja, hiszen éppen a vírus kitörése idején kezdett Erdoğan egy szerintem koncepciózus akcióba, annak érdekében, hogy az Európai Uniónak az ajtait egy kicsit kinyissa, ha kell erővel, annak érdekében, hogy Törökországgal a vámoni kapcsolatos tárgyalások, tehát azok a kvóták, amelyek keretében Törökország árukat tud szállítani, azokat Törökország számára kedvezően megváltoztassák. Ezzel függött össze az az akció, ami a határon lezajlott, a görög határon lezajlott, tehát ezt az egészet azonban vissza kellett hívni, és úgy mondhatjuk, hogy ez egy elvetélt próbálkozás volt, mert a török országos politikának is szembe kellett nézni azzal, ami az országnak, hogy egyre nagyobbak a megbetegedések.
Tehát nyilvánvalóan egy olyan városban, Isztambul, ahol hát az emberek hegyén átjárlaknak, ez egy hatalmas nagy vírusgóc alakult ki, és abban a hagyományos viselkedési kultúrával az emberek szeretnek nagyon közel egymáshoz, nyilvánvaló, hogy ez az egész terjed. A török gazdaságot ez megrogyasztotta, mindenképpen minden gazdaságot megrogyasztott, a török gazdaság is, tehát nyilvánvaló, hogy a termelési kapacitások azok visszafogottak, a különböző beszerzések nehezebbek, és az exportálás is ilyen körülmények között, nem csak a szállítási útvonalakon jelő problémák, hanem a török áruknak a felhasználása az Európai Unióban, ez is csökken. Tehát Törökország, amelynek nagyon súlyos belső fizetési válsága van, tehát eladósodott cégek vannak az országban. Másrészt van egy csomó török vállalkozó, akiknek dollárba és euróba vannak a hiteleik, és a nemzeti valuta devalválódik, és Törökországnak a külső adósságszolgálata is hatalmas nagy összeg, hogy ezzel az erdoğani vezetés hogy tud boldogulni, ez egy nagyon komoly kérdés. Az, hogy a vírus terjedés hogyan, tehát jelenleg még úgy látom a statisztikákból, hogy a megbetegések növekednek, hogy hamarosan el fogják érni a 100 000-es számot. Mindenféle, Törökország azért egy komoly ilyen katonai csendőri állam, tehát helyeken meg tudják tenni a lezárásokat, csak mennyire tartják be, mennyire fegyelmezettek maguk a katonák is a különböző egészségügyi szabályok betartásával, az egy bonyolult kérdés, de hát ez az egész vírushelyzet Szíriában is egy viszonylagos békességet. A török társadalom pedig, hogyha már előre gondolkozik azon, hogy mi lesz, hogyha ennek vége van, akkor hogyan jönnek a fizetések, hogyan lesznek pénzek, török gazdaság, hogyan tudja mindezt, amit átélt, átvészelni úgy, hogy ebből ne legyen egy sokszerű gazdasági válság, és a török lirának egy újabb nagy arányú devalvációja. Ha erre tudják a választ, akkor szívesen meghallgatjuk, ám mert sok mindenki keresi a választ hasonló kérdésekre. Ugye említetted itt azt a kísérletet, amit Erdoğan megpróbált migránsokkal kapcsolatban az Európai Unióval való kapcsolatoknak a hát sajátos módon azt gondolom, hogy javítása érdekében. És hát ugye senki nem tagadhatja, hogy a migráns kérdésben Törökország kulcsország. Eddig én azt gondolom, hogy de mondjátok meg, ha nincs igazam, hogy alapvetően pozitív szerepet játszott. Az, hogy ezért pénzügyi támogatást kért, azt gondolom, hogy hülye lett volna, ha nem tette volna. De mi lesz a jövő, Zoli, szerinted ez hogyan alakul? Egyszerűen ezt kell adni az Európai Uniónak, Törökországnak, vagy valami más megoldást kell keresni, és ugye még Líbiáról nem is beszéltünk. Ez egy nagyon nehéz helyzet, mert az Európai Unió adhat pénzt, ugye azt eddig is adott, és nyilván azon lehet vitatkozni ennek az elköltésnek a feltételei, hogyan alakuljanak, hogy EU-s szabályok szerint, ahogy eddig is ment, vagy inkább a törökök ilyen, vagy a török verzió érvényesüljön, tehát ilyen szabad felhasználású keretként, amit a török költségvetésbe egyszerűen csak átad az EU, és ők arra fordítják, amire jól esik. Ez majd eldől a két fél között. Ami ezt a válságot megelőzte, egyértelműen látszódott az, hogy sem politikai feltételekben nem tud, vagy nem kíván az EU engedni, tehát újabb csatlakozási feltételek megnyitása, a vízumliberalizáció, hogy csak a legfontosabbakat említsük, ezt karöltve a gazdasági nyitással, itt a már említett Vámuniónak az újragondolása, kibővítés, ez a törökök nagyon szeretnének, és egyébként ez egy olyan pont, ahol az Európai Uniónak egész jó befolyása, vagy lehetőségei vannak Törökországgal szemben, hogy ezt alkudozzon. És hát nyilván ezután jönnek a pénzügyi kérdések.
Nos, a politikai az EU nem nagyon tudott, nem nagyon akart engedni, már csak azért sem, mert a törökök maguk sem végezték fel a házi feladat rájuk eső részét, tehát hogy azokat a követelményeket teljesítsék, amit az EU kért. Ennek megvan a, már évekkel ezelőtt, még jóval a menekültügyi mizéria előtt, vagy válság előtt megvoltak azok a követelmények, amit az Európai Unió kért. Ezt a törökök elkezdték lassan megvalósítani, de mind a mai napig, ha csak néhány pont hiányzik, ezeket nem valósították meg. Mondjuk itt a egyik legsarkallatosabb pont az a terrorizmus ellenes törvénynek módosítása lenne, amit az Európai Unió az ott használt fogalmat szűkítene, hogy kevesebb embert lehessen bebörtönözni erre hivatkozással. A török vezetés viszont, a török ország ezt viszont nem nagyon akarja megtenni, hiszen ők elég tágan értelmezik a terrorizmus fogalmát. Nyilván ez egy iszonyatosan fontos kérdés, van ott van a PKK, ami most már több mint 40 éve, vagy hát nagyjából 40 éve folyik a harca szervezet és Törökország között, és már közel 50 ezer ember veszítette életét. Tehát ez egy nem egy egyszerű kérdés, amit könnyen lehet társadalmilag is rendezni. Nos, ebben a helyzetben a török vezetés nem akar engedni, az Európai Unió szintén nem nagyon akar engedni, úgyhogy ahol lehet tárgyalni, az alapvetően a pénzügyi kérdés. És az, hogy Törökország eddig egyébként bizonyos megállapodás 2020. február végéig betartotta, ez tényleg az ő érdemük. De most azzal, hogy ugye szabadjára engedték a menekülteket, akinek egy töredéke megpróbált átjutni Görögországba, csak nem sikerült, ugye ez azt is bizonyítja, hogy ha a görög, ha kicsit tovább gondoljuk, Európai Uniós közös határvédelem az jól szerepel, akkor igazából Törökországnak ez a fenyegető potenciális szerepe a menekült kérdésnek a kezelésében az csökken. És ezzel igazából azt az aduást veszíthetje el, amivel eddig elég jól tudott alkotni az Európai Uniótól, ugye főleg itt mondom pénzügyi kérdésekben lehet számíthat többre. Noha az Európai Unió, és egyébként ez a korábbi kommunikációban látszott, úgy gondolta, hogy 2016-ban megkötött egyezménye véget ér a történet, kifizetik a 3 plusz 3 milliárd eurót, és akkor itt vége a történetnek. Most már változik a helyzet, ugye Törökország újabb megegyezést akar, de én nem látom azt, hogy politikailag jelentős dolgokat tudnak kiharcolni. Az Európai Unió esetleg pénzügyileg tudná segíteni. És egy nagyon fontos dolgot szintén látni kell, vagy szeretnék kiemelni, az azt, hogy jellemzően nem a szíriai menekültek próbálták elhagyni az országot most március elején, vagy március folyamán ott a edirnei határátkelőknél, hanem jellemzően azok, akik eleve csak átutazóként vannak jelen az országban, főleg afgánok, pakisztániak, afrikaiak, közép-ázsiaiak és más nációk. Tehát az az Európai Unió által támogatott integrációs politika, amit a törökök is hát tetszik, nem tetszik, napról napra csinálnak a Törökországban a szíriaiakkal, az valamilyen szinten működik, és azok a jogi státuszok, gazdasági helyzet, no ez most rohamosan romlik a koronavírus alatt, amit a törökök eddig biztosítottak a szíreknek, az elég volt, hogy nagyjából megfogja azt a közösséget, ugye ezt a 3,5 millió, 4 millió embert, és inkább azok a százezrekből jöjjenek el emberek, akik ugye afgán, pakisztáni, Banglades egyéb állampolgárságúak, és nincsen olyan kedvező státuszuk Törökországban, mint a szíriaiaknak, úgy fontos dolgot tudni kell jogilag, hogy Törökországban menekült csak az lehet, az kaphatja meg azt a státuszt, aki Európai Unió vagy az európai kontinensről érkezik, tehát egy Európai Uniós állampolgár kaphat menekült státuszt Törökország, mondjuk valószínűleg nem kevés, mert Európai Uniós menekült lesz az országban. Nem is olyan régen a belügyminisztériumnak, talán belügyminiszternek volt egy ilyen kijelentés, hogy talán egy menekült van hivatalosan az országban, tehát hogy nagyon minimális létszámmal kell számolni, esetleg Balkánra érkezhetnek, de azok a százezrek, meg milliók, akik Ázsiából, Közel-Keletről, vagy éppen Afrikából igyekeznek, Törökországban ők ilyen státusszal nem számolhatnak. Tehát az ő helyzetük, kivéve a széleket, nagyon eklex. És hát ebben a helyzetben nekik ugye nehéz munkát találni, illegálisan vannak az országban, bármikor kitoloncolhatják őket, ha elindítják a menekültkérési procedúrát, akkor hát ugye arra számíthatnak, hogy majd valamelyik Európai Uniós állam, vagy Amerikai Egyesült Államok átveszi őket,
csak az utóbbi években ez a helyzet sem nagyon, ez a fontos sincsen előrelépés. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy jó, akkor megpróbálom vagy a tengeri utat, vagy a szárazföldi utat, mert itt igazából nem nagyon van jövőm. És hát ezt a török politika ki tudja használni. Ugye a nagy kérdés az, hogy lesznek-e újabb hullámok. Hát most a koronavírus járvány idején, ha voltak erről beszámolók, hogy esetleg a tengeri úton ott intenzívebbé válhat a határátkelés, de most alapvetően a török hatóságok inkább a koronavírussal foglalkoznak. És még egy fontos dolgot látni kell, hogy ez a Törökország tranzitország szerepe, tehát Afganisztánból, Pakisztánból is még sorolhatnánk, ez nem egy új keletű történet, nem is 2016-tal vette kezdetét, hanem ez már a 2000-es évek elejétől kezdve egy folyamatosan jelenlévő probléma. És amíg a szíriai konfliktus az csak egy dolog, de amíg Afganisztánban, Pakisztánban olyan a helyzet, amilyen, amíg a Európai Unió tágabb környezetében olyan a helyzet, amilyen, addig egy folyamatosan fognak jönni az emberek, folyamatos tranzitország fog maradni Törökország. Nyilván ezért jó, hogyha a török hatóságoknak a együttműködését az Európai Unió meg tudja valahogy venni. Ez nem kérdés. Ez a márciusi jelzés arra volt jó, hogy Törökország jelezze, hogy igazából nem kapnak semmi újat, vagy mondhatnánk, hogy semmit. Túl sok mindent eddig nem várhatnak el az Európai Uniótól csatlakozási tárgyalásról. Vízumliberalizáció, ahogy említettem. És akkor ezen valamit csináljunk. Hát most egyébként nem látszik az, hogy különösebb dolgot sikerült volna elérniük. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak is azért sok mindent újra kell gondolnia ebben a vonatkozásban is. Két dolog, amit említettél, hogy plusz pénzösszegek, hát soknak hangzik 3-4 milliárd euró, de hát amikor látjuk, hogy több száz milliárd eurót költ az Európai Unió a saját belső problémáinak, nagyon helyesen egyébként a saját belső problémáinak, tehát a saját tagországai problémáinak az orvoslására, akkor azért 3-4 milliárd az nem lenne olyan óriási nagy összeg. És hát amikor hát gyakorlatilag a saját tagországok számára szabaddá teszik a költést, tehát megszűnnek azok a korlátok, hogy hogyan kell elkölteni, akkor azt gondolom, hogy azért lehet, hogy Törökországgal kapcsolatban is lehetne egy kicsit rugalmasabban gondolkozni, hiszen azért arra mindig gondolni kell, hogy sokkal olcsóbb megfizetni azt, hogy Törökországban maradjanak a menekültek, vagy a migránsok, vagy akárhogy is hívjuk őket, mint az, hogy ne adj Isten elinduljanak ismét, mint néhány évvel ezelőtt. János, szerinted lehet ilyenre számítani, mert a politikai tényezők, hát én nem hiszem, hogy Erdogánnak momentán olyan rohadt fontos lenne, hogy az Európai Unióval újabb fejezetek is nyissanak meg a tárgyaláson. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy politikai érvező számára. Igen, nem a tagsági tárgyalások a legfontosabbak, hanem a Vámunió kereteinek kibővítése, és hát együttműködésre lenne szükség Szíria ügyében, ahhoz az Európai Unióban egy, hogy is mondjam, ébresztőt kellene fújni, hogy azért Szíria elég közel az Európai Uniónak határozott politikát kellene vinni, és nem hagyni ezt az oroszokra, az irániak, vagy a törökökre. Azt, amiről Zoltán beszélt a menekültügy kapcsán, külön kell választani a szíriai menekültek, meg a többi menekülteket, ez egy alapvető kérdés, és azt is tudomásul kell tenni, hogy a szíriai menekülteknek a helyzetének a rendezése Törökországban az sokkal egyszerűbb, mint az afgánoké, a pakisztánieké és az egyebeké. Nem csak azért, mert a menekültek egy része, legalább a fele az egy olyan, ez egy olyan kompozíciói réteg, amelyben turkománok, arabok, kurdok keverednek, hiszen ez a török-szíriai határt az első világháború környékéből úgy húzták meg, mint a magyar-román határt Nagyváradnál. Tehát ugyanazok az emberek vannak a határ mind a két oldalán, jönnek-mennek, és azok, akik a szíriai menekülteknek legalább a fele, az vissza akar menni Szíriába, azokban, hogyha a politikai meg a katonai lehetőség megengedik, meg lehet hol dolgozni, és ebben elnöknek az a kezében lévő enklávékon való a telepítés politikája szerintem egy támogatandó, akkor is, hogyha lenne, vannak benne olyan elemek, amelyeket talán jobban át kéne gondolni, és a nemzetközi közösség így is segíthetne, mert rövid időn belül legalább egy 500 000 embernek, vagy még többnek az életét rendezni lehet. A másik részük pedig, nyilvánvaló, hogy ebből a kompozícióból, hogy a szíriai menekültek között nagyon sokan voltak, vagy vannak olyanok, akik valamilyen szinten beszélnek törökül,
meg valami vagyonnal is jöttek, tehát ilyen kereskedők, meg valami pénzen is jöttek át a határon, azoknak egy része integrálódott ebbe a dél-anatóliai világba, és legalább 10 000 szíriai menekül jár török egyetemekre, tehát van egy réteg, amelyik integrálódni tud a török társadalomba, általában egyébként sok értelmes ember kerül az egyetemi végzettség révén a török rendszerbe, valami pénz is átjön a határon, és a legfontosabb az, hogy akik maradnak, akik egyébként ott élnek a határon, én voltam én megtáborolva, és mind vissza menni, mert ott vannak a rokonok, ott van a hagyományuk, ott van a házuk, igaz, hogy robogva, de és hogyha béke lesz Szíriában, egyébként Szíriának az újraépítésé, tehát sehonnél máshogy nem lehet irányítani, mint Törökországból. Igen, reméljük, hogy az Európai Unió országainak vezetői és az Európai Unió vezetői nézik ezt a műsort, majd szólunk nekik, hogy tekintsék meg a YouTube-on, ha másképp nem, mert én is azt gondolom, hogy ezek jó tanácsok, amik itt elhangzottak. És te kiváló külön megbízott lennél, hogy megoldjad a kérdéseket. Majd megoldjuk együtt, jól járjunk le, ha másképp nem elméletben. Mi megyünk, a titkárod leszünk. És ugye, mint látjuk, a fiatalokat is bevonjuk a megoldás keresésébe, mert azért kellenek, mert mi már szerintem nagyon nyugdíjasok leszünk, mire ez nyugvópontra jut, úgyhogy kellenek a fiatalok is ember. Mint ahogy ezt a műsorunk is mutatta, hogy jól összeillett a szép korúak, mint a János, meg én, meg a viszonylag fiatalok, mint a Zoli. Köszönöm szépen nektek a részvételt, a kedves nézőknek köszönöm a türelmét és a figyelmét, további jó tévézést kívánok, jövünk legközelebb is majd, hasonlóan azt gondolom érdekes vitával, és hát mindenkinek ugye a fő tanács az, hogy vigyázzon magára, maradjon otthon, csak akkor menjen el, ha muszáj, mert azért a vírus nem csak Törökországban van jelen, hanem nálunk is. Köszönöm a figyelmüket, mindenkinek jó éjszakát kívánok, viszontlátásra. We'll be right back.